Ma sono più pronto. Benne vagyok a képben? Mennyi fény van itt szerintem, kurva kevés. Két lux, négy. Törést. Teljesen meghűíti ez a nem létező szemlélet.
Mit akkor ezt jöttem elő? Jó, bár, hát csak azért volt, hogy teljesen nagyobb volt. Sejtem. Mondtam, hogy jöjjünk át. Azt nagyon szeretném, ha jönne egy fal. És van. Bazd de sár! Mi ez? Vörös van az utca. Hagytok a jobb oldalon, hogy nyílnak. Úristen. És itt vagyunk. De, hát itt szabad a kiáról. A nagy fenék. Az épp annyira szabad, mint a többi. Aha. Tessék, fav kiárat belülről. Wow. Vagy bejárat kívülről, egyik se jó. Most esély van, jön. Hm? Mi? Mi van? Az ami nagy fényesség van, biztos jön a fal. És végül is így utólag megérte szenvedni. Úristen, ezt anyám meg tudja, kitér a hitéből. Egyedül mászkálok lenne a falva. A magányában csordogál a víz a izé alatt. Fogok küldeni egy galambot, lehet. És ha vársz egy picit és jössz erre. Igen. Óvatosan. Láttok egy pombérnál a szekretét. Akkor figyelj! Ide el tudsz jönni? A vízelvezető rendszer. Uh-huh. Jó, van, hátrébb dolgoznak még, nem ennyi. Beérkezem. Ez a Kodály köröndi megálló lesz. Ne kapcsoljuk át. Miért? Fázis, vonali. Ez nem a lámpa kapcsoló. Gyere! Kodálykörönt. Tökéletes voltál becsülni, hogy megérkezni az állomásra. Képzelem. Na akkor nyomjad. Hát én. Te. Ez nem az. Mehet vissza. Hajzsa utcai megállóhely. Hát a favot még sokáig várhatjuk, úgy 4-5 hónapig még biztosan. Hát igen. Kodály köröm következik. Igen, egy idióta.
Kézzel megszokolni a lépő, hogy menne. Legalább a hősökig vigyük el. Nem viszik el a hősökig? Mi ez? Bajza utca. Hallod? Hagyjuk itt. Megy. Indul a favkocsi. Visszakerült oda. Wow, téglafal. Dupla vezetéke volt? De régen dupla vezetéke volt, csak azt már eléggé régen megszüntették. Mikor? Hát, hogy 2 évvel ezelőtt. Ja, jó, mert én még emlékszem, amikor dupla volt. Indult. Kérem vissza. Yeah. Everybody. Ja. Jó. Mi van? Nézd a D10-es hangot. Ez mit a D10-es? Hát nem tudom, az jött a szám. Vissza a másikat. Vissza ezt. Köszönöm. Lent figyel, biztonsági sávot elhagyni tilos meg ilyen táblák. Azért megyünk a mexikóihoz. Még egy állomáskép. Most ha benézel az alagútba, eszméletlen. Milyen messze van már? Honnan jövök? Úristen, végig sétáltok az egész alagúttal. Még nem. Na látom, mert elindultunk a Bajzától. Upej új pályára. Persze, hát ezt látom. Tehát ahol ott keresztben van már az egy fénycső, ott a messziségben, látod? Igen. Na, ott kezd el fordulni a kamerézé. Jó, jaj, a faosztopot meg. De az összes többi, de az fények, meg fa is még mindig megvan. És a kanyar után nagyban. Eredeti 100 éves faoszlop. Listen. Hear it? Wow. Figyelj, nézd meg a régi, meg az új alagutat. Mindjárt. Itt az új pályára. Ez az új. Súgy! És itt elég üdvözlő. A másik oldalon talán jobban látod. Hoppá, azon az oldalon talán egy kicsit jobban látod. Végig sötétebb van. Bizonyos kamera alatt hiszem kiugrott a 43-as egyszerre. Miért ugrott ki? Hát mert kicsit gyorsabban jött a kelleténél. Az mit tegi a lagút szakasz? Peregem, nem azért mondjam, de sokat adnék érte, most ott a pályán állnánk, erre jönne egy fal vonalentről. Mi vagyok én a jó Isten? Miért? Hát nem, csak tudom. Csak menjél egy picit arra is, hogy látszódjon, hogy hol vagyunk. Jó. Oké, okay, nem az elényeg, csak tényleg az, hogy látszódjon, hogy hol van. Tehát az új szakasz, túl egy házszűrő. Nem, mindjárt mondom. Ott a szél. Ilyen, fénycsövet figyeljük mellettük. Igen. Cirkulál egy kevéssé. Hm? Nem kell ez egy kicsit? Na, gyere menjünk, akkor ide odaérjünk, még legyen egy kis tárgyal. Széchenyi fürdő. Na menjünk. Hmm. Azt figyeld, hogy be van döntve a kanyarba esetén. Látod? Vágány. Aha. Kurva jó, látszik? Látszik. Aha. És? Arra megyünk? Erre megyünk tovább. Aha. Ott a mexikói előttünk. Ott a mexikói előttünk.
és előttünk még mindig a mexikói. Mexikójuk. Na most jelezem be. Kimerülhetetlen ez az elem, hallod. Régen, forduljon, ha van még távod, forduljon visszafelé a belőle felé. Iszonyatos. Csöndes. Szóval itt vagyunk szombaton, és...